Tisztelt nézők, egy forradalmát köszönthetünk a stúdióban, ugyanis dr. Szél Rita néhány nappal ezelőtt a Magyar Művészeti Akadémia igen jeles elismerésében részesült, és az indoklásban szerepelt, hogy ez a bizonyos elismerő oklevél, ami művészetpedagógiai kutató kategóriában született, ez bizony egy elhivatott sokoldalú eredményes zene- és táncoktatói munkájával, egyetemi képzéseivel és mesterkurzusaival, a sajátos kutatási területen nyújtott teljesítményével, továbbá publikációival forradalmasította a zene- és táncoktatást. Hát azért ez nem semmi, nem igaz? Szóval milyen dolog forradalmának lenni? Mindenképpen kell hozzá egyfajta kíváncsiság. Meg talán a véletlen is, hogy rátaláltam erre a területre, hiszen a régi táncok anyaga ezer szállal kötődik a régi zenéhez, és zenészként éltem azt meg, hogy mennyi kérdés merül fel az emberben, amikor például tánctételeket vagy egy-egy szvittet játszik. És tulajdonképpen a véletlen játszott a kezemre, amikor Bécsben folytatott tanulmányaim során egyszer csak láttam a kiírást a hirdetőtáblán, hogy historische tänze, historikus táncok, és mivel mindig is szerettem táncolni, és érdekelt a táncművészet, természetesen jelentkeztem erre a kurzusra. És bécsi mesteremnek, Éva Campianónak köszönhetem azt, hogy megismertetett ezzel a területtel, és egy kicsit ráláttam arra, hogy milyen is a táncoknak a gyakorlata, amelyeket hangszeren játszunk. Erre majd még visszatérünk, de még röviden előtte megkérdezem, hogy Debrecenből, ahol születtél, végül is már rögtön egy zenei háttérrel, egy zenei elhivatottságérzéssel következett Budapest? Igen, ez így van. Valahogy olyan tanáraim voltak már az általános iskolában, Debrecenben a Péter Fia úti énekzenetagozatos általános iskolába jártam, ahol két kiváló énektanárom volt, így utólag is nyugodtan ezt mondhatom és aláhúzhatom, Rimóci Gáborné és Straki Tiborné. Persze minden nap volt énekóránk, nagyon erős kórus munkával, amellett volt az osztályunkban egy kamarakórus is. Rengeteget versenyeztünk, és ma már látom, hogy milyen széles kórus repertoárt énekeltünk, és mennyire korszerűen követte az akkori tanárunk az új műveket, és mennyi új művet is mutattunk be. Tehát tényleg a zene szeretetében nőttem fel, azzal együtt, hogy édesapám közlekedés mérnök volt, és édesanyám is műszaki területen dolgozott. Volt egy meghatározó élmény itt a debreceni időszakban, amit szintén az énektanárunk szervezett, hogy a Debreceni Csokonai Színház műsorra tűzte a Hári Jánost, később pedig a Bohém Életet, és ehhez kerestek gyermekszereplőket, és én is benne voltam abban a kis csapatban, akik felléptek a Hári Jánosban. Mi voltunk a fa katonák az órajáték jelenetben, illetve a császári udvarban, ugye a császár gyermekei, elénekeltük az ABCD-t, a Bohém Életben megkiraboltuk a játék, Árust Párpinyolt, és ezek az előadások, amelyek nagyon sikeresek voltak, és én emlékszem arra, hogy hosszú sorozatokat éltek meg, sőt a Csokonai Színház ezekkel Miskolcon is vendég szerepelt. Meghatározó élményt nyújtottak. A színház az opera szeretett területéhez, és ma is az ember az orrában érzi azt az enyv szagot, ami ott hátul a kulisszák között volt, és hát nagyon-nagyon izgalmas volt így tizenévesen belelátni a profik világába, hogy mi minden zajlik a háttérben, és aztán mi jelenik meg a színpadon. Maga az élet bizonyos szempontból igaz, vagy legalábbis egy sajátos metszete. Egyenes út vezetett aztán a Zeneakadémiára?
Hát tulajdonképpen igen, mert az általános iskola után, ezt itt csak utólag tudom, hogy ennek volt jelentősége, ugye én zongora szakon tanultam a zeneiskolában, és mikor utolsó éves voltam, mert akkor még így 6 évben mértük a zeneiskolai tanulmányokat, akkor megnyertem a városi zongoraversenyt, és aztán innen, akkor egyszer csak a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola zongora szakán találtam magam, ott érettségiztem, és figyelve a magasabb évfolyamos hallgatókat, növendékeket, láttam azt, hogy nagyon kevesen jutnak el Budapestre a Zeneakadémiára. Egyébként akkor még sokkal kevesebb zenetanárképző intézet létezett szerintem országszerte, mert egyetemi képzést csak a Budapesti Zeneakadémia adott. Debrecenben volt, de az csak főiskolai képzésre adott még akkor lehetőséget. És aztán azt láttam, hogy van egy olyan terület, ez a karvezetés, ahova nagyon jól kell zongorázni, de mégis nem olyan szinten kell tudni zongorázni, hogy feltétlenül a legjobbnak kell ebben lenni, na meg a kórus szeretete is arra ösztönzött, hogy ezt a karvezetés szakot válasszam. Illetve volt még egy fontos dolog, egy csodálatos zeneelmélet tanárt kaptunk talán a 3. évben. Szesztai Zsolt tanár úr jött Pécsről, aki aztán később a Debreceni Egyetemnek is professzora lett, és ő lett a szolfés és zeneelmélet tanárom, és én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki. Az a fajta igényesség, amivel egy szolfés blattolási anyaghoz is hozzáállt, példaértékű volt, tehát nem lehetett csak úgy elolvasni egy anyagot, annak rögtön zeneként kellett megszólalnia, és tényleg így nevelt minket, és egy kicsit bevezetett minket a karvezetés gyakorlatába is, és ez egy olyan terület volt, ahogy valahogy ösztönösen ez nekem nem okozott problémát, úgy éreztem, hogy tényleg ez jól megy, és hát így kerültem a Zeneakadémiára, ahol azt hiszem, hogy megint csak azt mondhatom, hogy nagyon nagy szerencsém volt, csodálatos tanárok és professzorok csapata oktatott. Párka István volt a karvezetés tanárom. Később az a megtiszteltetés is ért, hogy felkért, hogy a Liszt Ferenc kamarakórusban énekeljek, ami hát önmagában szinte egy második zeneakadémiai képzést jelentett. Szolfés tanárom Kistétényi Melinda a zeneszerző és orgonaművész volt, Lendvai Kamilló zeneszerző volt az összhangzattan tanárom, Sárközi Istvánhoz jártam partitúra játékra, Baranyi László tanár úrhoz zongorára, tehát én azt hiszem, hogy jobbat nem is kívánhattam volna. És a régi zene is nagyon hamar megjelent, ugyanis az egyik évfolyamtársam szervezett így közülünk egy ilyen kis reneszánsz énekegyüttest, és hamar kapcsolatba kerültem Cidra László tanár úrral is, aki régi kamara zenét tanított. És egy véletlen folytán kiderült, hogy Sebesti János tanár úr pedig fakultatív csembalót tanít, ugye aki kiváló rádiós is volt a Zeneakadémián, és elmentem felvételizni, és fölvett, és így mellék tárgyként csembalózhattam már egészen azt hiszem másodéves koromtól. Tehát nagyon korán megteremtődött az alapja annak, hogy a régi zenei oldalt is megismerhessem. És hát így elteltek, elröpültek a zeneakadémiai évek, és éreztem, hogy nem szeretném a tanulást abba hagyni, meg valahogy nem szeretnék innen elkerülni, annyira jó volt
zeneakadémistának lenni, és fantasztikus élmény. Hát azok a koncertek tényleg, mindenhova mehettünk, Erkel Színház, Zeneakadémia, opera, tehát egy egészen kiváló feltöltődési lehetőséget jelentett, és ugye itt 70-es évek vége, 80-as évek eleje, nagyon sok világsztár megjelent akkoriban Budapesten, és óriási élmény volt, hogy a bakelit lemezek mellett, vagy a rádió mellett, hiszen akkor ezek voltak még a források, ne felejtsük el, élőben is lehetett ezeket a csodálatos művészeket meghallgatni. És akkor már diplomásként maradt végül is ez a világ, vagy kellett új területeket keresni, ahol mondjuk már felnőttként egy új feladatsornak láttál neki? Hát elkezdtem tanítani, ugyanis pontosan a Liszt Ferenc Kamara Kórusban mellettem ülő szólamtársam, az Alt egy szólamból, itt tanított Kőbányán szolfést, és ő vidékre költözött, és akkoriban az volt a szokás, hogy úgy illett, hogy akkor az ember vitt maga helyett valakit. És akkor egyszer csak így egy próbán megkérdezte, hogy nem akarok-e itt szolfés tanár lenni, és ugye éppen akkoriban kellett volna így kicsit tájékozódni, hogy hol is helyezkedik el az ember, vagy milyen munkát végez, és akkor mondtam, hogy de. És akkor egyszer csak kijöttem Kőbányára, és Csák Gyöngyvér fogadott az igazgatói székben, és hát természetesen fölvett, és elkezdtem tanítani Kőbányán. De nem tettem le arról, hogy még folytatom a tanulmányaimat, és így kisebb megszakításokkal hosszabb, rövidebb ideig egy-egy tanulmányutam még volt. Hát többek között ez a Bécsbe vezető csembaló tanulmányok, ugyanis nagyon szerettem volna tovább lépni. De akkor még a Zeneakadémián nem volt ilyen szak, tehát csak fakultatív tárgyként lehetett ezzel foglalkozni, és Bécsben volt egy nagyon híres tanár, Isolde Algrim, akinél annak idején Pert is Zsuzsa, Liszt Ferenc kamarazenekar kontinuó játékosa is tanult, meg még valakiről tudtunk, Ruzicskova tanított Prágában, az egy kicsit másféle előadói irányvonalat képviselt, tehát én nagyon szerettem volna Bécsbe kerülni, és aztán sikeres felvételi vizsgát tettem, és egy bécsi ösztöndi segítségével tulajdonképpen egy évig így folyamatosan kint lakva tudtam tanulni. Nagyon-nagyon sok tárgyat elismertek a zeneakadémiai tanulmányaimból, és nagyon hamar letehettem, tulajdonképpen egy fél év után letettem az úgynevezett Übertrittsprüfungot, ami egy ilyen átlépő vizsgát jelent a művészképzős osztályokba. És hát válogattam a lehetőségek közül, természetesen jártam kamarazenére, különböző billentyűs hangszerrel kapcsolatos ismeretekre, illetve erre a historikus táncok kurzusra. Itt ezt tulajdonképpen hogy kell elképzelni, hogy elméleti háttér is van, meg gyakorlat is van, szóval a tánc az teljes egészében megjelenik az oktatásban? Tehát, hogy a kinti historikus táncok. Ez az egy teljesen gyakorlati, tulajdonképpen egy táncóra volt, és a tanév folyamán néhány tánctípust vettünk végig, és arra kis egyszerű koreográfiákat tanultunk. Valahogy engem ez annyira érdekelt, hogy mindig, amikor vége volt az órának, hazamentem a kollégiumba, és próbáltam a lehetőleg részletesebben lejegyezni, amit aznap vettünk, akár a lépésanyagot tekintve, akár a koreográfiákat tekintve, és hát ennek aztán később nagyon nagy hasznát vettem, hiszen amiről úgy gondoljuk, hogy tudjuk, de nincs kellőképpen begyakorolva, bizony az elég hamar elfelejtődik. Hogyne, igen. Tehát
nagyon hasznosak voltak ezek a jegyzetek. Hát idő kellett ahhoz egy pár év távlata, hogy lássam azt, hogy tudok bizonyos dolgokat, de hát ez egy nagyon kis morzsája lehet annak, amennyi kérdés itt még megválaszolásra vár. És hát körülbelül 1985-ben kezdtem el azt, hogy magam is összegyűjtök táncforrásokat, hiszen ezt valahogy úgy tudnám elmagyarázni, mintha a zenében valaki nem tudna kottát olvasni, és ugye hallás után tanulna néhány dalt, vagy művet akár hangszeren játszani, de nem tud egyedül tovább lépni, hiszen maga a kulcs hiányzik, és hát ezt a kulcsot szerettem volna megszerezni és összegyűjteni. Hát ezt mondhatom, hogy évtizedekbe tellett, hiszen még nem az internet világában voltunk, tehát egyáltalán az, hogy milyen források vannak, mik a főbb tánckönyvek, vagy egyáltalán még az összeállt, hogy mondjuk a 15. század közepétől kezdve létezik olyan táncanyag, amelyhez vissza lehet nyúlni biztonsággal. Azért ez hosszú-hosszú évek munkájába került. Bocsánat, hogy közbevágok, itt irattári kutatásokról, múzeumokról, egyebekről van szó? Igen, így van. Tehát korabeli tánckönyvek, de vannak kéziratok, amelyek csak kéziratos formában jelentek még meg. Nagyon nagy előrelépést jelentett, amikor Brémában tanulhattam néhány hónapig. Ott van egy speciális régi zenével és tánccal foglalkozó intézet, és valószínűleg ott is szerencsém volt, hogy jókor voltam ott, ugyanis az egész csapat átment tavasz folyamán az akkori Nyugat-Berlinbe. Ez azt hiszem 88-ban volt, ahol egy 10 napos régi tánc sorozatot tartottak, ami azt jelentette, hogy napközben tánckurzusok voltak, este pedig különböző nagyon híres együttesek a világ minden pontjáról jöttek és előadásokat tartottak. Tehát hirtelen így kitárult a világ, és Francine Lancelot jött a Rie Danserivel Párizsból, vagy Engine Faves Los Angelesből, de ott volt Barbara Spart is, aki pedig a 15. századnak a specialistája volt. Tehát az egyes tánc területeknek a legnagyobb specialistáival találkozhattam, és ez egy óriási lökést adott. És a brémai időszaknak azért is nagyon hálás vagyok, mert nagyon-nagyon sok forrás az ottani könyvtárban megvolt, ott akkor már azokat lehetett fénymásolni, tehát így indult el a táncanyagnak a gyűjtögetése tulajdonképpen. És aztán ez vezetett a doktori disszertáció felé is? Igen, 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 bár azt mondhatom, hogy egy eléggé elhúzódó út volt, de hát nem igazán volt arra lehetőségem, hogy csak arra koncentráljak, tehát tulajdonképpen Salzburgban is volt egy nagyon fontos tanulmányutam, ezt a Magyar Állami Ötvös Ösztöndíjnak köszönhetem. Ott van egy csodálatos színház és tánctörténeti gyűjtemény, a Derrede Moroda Archívum, ahol Sibyl Dams professzor vezetésével folytathattam kutatómunkát. Hát ott igazi könyvritkaságok, egyedi példányok is felelhetőek, és tulajdonképpen ott merült fel a disszertációm gondolata. Nagyon támogatott a professzorasszony volt, hogy megkért, hogy ott tartsak az egyetemen is bemutatóórát, illetve akkor már dolgoztam az egyik könyvemnek az anyagán, amihez szerettem volna még bizonyos kérdéseket tisztázni, és ez a salzburgi időszak erre hát egy pótolhatatlan lehetőséget
adott, ráadásul pont akkor jelent meg az MGG zenei lexikon sorozatnak az új változata, és akkor érkeztek meg frissen az első kötetek, de a professzor asszony a táncfejezetet azt már odaadta nekem, még mielőtt nyomtatásban megjelent volna. Tehát tényleg olyan segítséget kaptam, amit hát nem tudok eléggé megköszönni, és ezzel megvolt a lehetősége annak, hogy az ember ne írjon le tévedéseket. Ugyanis a historikus táncok kutatása az egy meglehetősen fiatal tudományág. Az kétségtelen, hogy elindult nagyon erőteljesen a 20. század elején, de nagy lendülettel inkább a II. Világháború után. De azt magam is csak jóval később láttam, hogy azzal nem voltam tisztában, hogy én mennyire korán kapcsolódtam ebbe be. Tehát ott a 80-as években tényleg szinte forradalmi fejlődés volt az egész területen, mert hirtelen rájöttek a szakemberek, hogy mennyi forrás van, mihez kell nyúlni. Meg aztán megjelent a barokk táncok tekintetében két olyan lexikális munka, amelyek már összegyűjtötték a forrásokat, és akkor egyszer csak látta az ember leírva, hogy most például francia forrásokban rendelkezésre áll több mint 500 koreográfia. Tehát tudtuk, hogy egyáltalán mi az, amit kereshetünk, és akkor így a lexikon segítségével, mivel azok dallam kezdeteket is megadtak, már nagyon jól rá lehetett keresni egy-egy tánctípusra, vagy akár egy-egy zenére, utána lehetett nézni, hogy az a koreográfia esetleg melyik színpadi műben van feldolgozva, vagy esetleg, hogy egy olyan tánccal állunk-e szemben, amelynek meg nincsen zenei feldolgozása, mert azok is számosan akadnak. És mindeközben itt volt Kőbánya a zeneiskola, igaz? Igen, igen, igen. Folyamatosan tanítottam. A 90-es években kaptam azt a lehetőséget a zeneiskolában, hogy a magánének tanszakon legyek elmélet tanár. És ez úgy tűnt, hogy nagyon testhez álló is, és nagyon szívesen is csináltam. Hornokné Németh Lujza énektanárral évtizedeken át, hogy úgy mondjam, összedolgoztunk, hiszen ő énekesek generációit nevelte ki, akik vagy elmentek szakiskolába, nagyon sok növendéket rögtön innen a zeneiskolából a felsőoktatásba juttattunk el, de voltak, akik az opera, kórusba vagy más professzionális énekkarokba felvételiztek. És mint ahogy ez az énekeseknél előfordul, elképzelhető, hogy gyerekkorukban nem tanultak zenét, de felnőtt korukban pedig kiderül, hogy csodálatos hanganyag van, de nincs meg hozzá a zenei műveltség, nem tudnak kottát olvasni. És az volt a feladat, hogy nagyon gyorsan, hatékonyan kellett őket óriási léptekben felkészíteni. Mindig hozták azokat az áriákat, dalokat, amelyeket éppen vettek énekórán, és hát tulajdonképpen úgy és dolgoztunk, tehát az óra egy részében szinte én voltam a korrepetitor, és bizony sokszor hangról hangra, ütemről ütemre tanultuk ezeket a dolgokat, és aztán próbáltam nekik ezt lefordítani a zene nyelvére, és valóban 2-3 év alatt szinte nagyon-nagyon magas szinten meg tudtak tanulni kottát olvasni, hiszen felnőtt fejjel, meg azzal az akarással, azzal az érdeklődéssel, ami volt bennük, nagyon nagy léptekkel lehetett haladni. Tehát egyéni képzési programokat kellett létrehozni, de ez nagyon nagy örömet jelentett. Ugyanakkor, mint zongoristát, vagy mint billentyűs játékost, ez nagyon jól karban tartott ez a folyamatos blattolás. És aztán ez akkor ezek szerint egy természetes közeg volt ahhoz, hogy aztán az intézmény vezetője legyél. Nem tudom, hogy innen jött-e. Az kétségtelen, hogy a 90-es évek elején megkérdezett engem az akkori igazgató, hogy nem vállalnám-e el, hogy helyettes legyek mellette.
Hát akkor nemet mondtam, és jó 15 év múlva volt az, hogy azt mondtam neki, hogy akkor esetleg térjünk vissza ehhez a gondolathoz. Nem akartam akkor még elvállalni, mert annyi minden mást szerettem volna csinálni, és tudtam, hogy ez egy teljes lekötöttséget jelent. Bár kívülről nézve azt hiszi az ember, hogy minden csak szervezés és tervezés kérdése, de ez az iskola vezetői munka, ez tényleg ez 24 órás. És van ott 1000 diák, hogyha jól tudom. Voltak éppen Kőbányán úgy tűnik, legalábbis azt csiripelik, hogy általában azért egy támogató közeg vette körbe ezt az iskolát. Tehát az a tény, hogy ez működik, úgy működik, ahogy az nyilván jelentős mértékben szakmai, bizonyos egyéb mértékben pedig más körülmények eredménye. Ez hogy működött? Szóval itt jóba kell lenni az önkormányzattal, különböző testületekkel, hogy van ez? Szerencsére ez adott volt. Amikor én pályáztam, akkor még Verbai Lajos volt a polgármester, tehát az ő polgármestersége idején nyertem el a kinevezést, de sokan, akik most a vezetésben vannak, jelenlegi polgármester úr, úgy emlékszem, hogy akkor talán alpolgármester volt, és sok olyan biztatást kaptam, pontosan D. Kovács Róbert Antal polgármester úrtól, hogy a pályázatomban azt írjam le, amit én optimálisnak tartok, ahogy én egy ideális iskolát elképzelek, és írjam le bátran az álmaimat, ezt mondta. És én ezt meg is tettem, és tulajdonképpen egy olyan pályázatot adtam be, ami egy 5 éves fejlesztési tervet tartalmazott. És ha visszatekintünk, akkor azt mondhatom, hogy ha nem is teljes egészében, de legnagyobb részt ez abszolút sikerült megvalósítani, rögtön még ott a 2010-es évek elején, hiszen mondjuk azt el, hogy 13 új tanszak indult, azért ez rendkívüli fejlesztést jelent, és tényleg azt tudom mondani, hogy le a kalappal a kőbányai önkormányzat előtt, hiszen ehhez hangszereket, álláshelyeket kellett biztosítani, és ezt megterveztük, és egészen 12 végéig, 13-ig folyamatosan a terv szerint haladtunk minden egyes évben, és a költségvetésben mindig biztosították azokat a forrásokat, amelyek kellettek a tanári álláshelyekhez, vagy éppen az új tanszakok igényelte hangszerek beszerzéséhez. És közben Kró György nevét vette föl az iskola. Ez egy nagyon szép pillanat volt. Igen, ez az én ötletem volt, hogy Kró tanár úr nevét fölvehessük, de nagyon hamar támogatta ezt a kőbányai önkormányzat, a család is örömmel egyezett ebbe bele, és én annak örülök a legjobban, hogy a Kró család tagjai a mai napig látogatják a különböző rendezvényeinket rendszeresen, és tényleg nem egyszer mondták, hogy örülnek annak, hogy ide került tanár úr neve, és ha élne, akkor biztosan az ő is beleegyezne, mert ismert volt arra, hogy milyen nagyon igényesen állt hozzá a különböző dolgokhoz. És ugye a Kró György zeneiskola egyébként is nagyon ismert és elismert, hiszen, mint ahogy gyakran van szerencsénk a különböző koncerteken, mesterkurzusokon forgatni, teljesen világos, hogy igen nagy nevek, a világot járó és nagyon elismert művészek hazajárnak ide.
Igen, ez valóban így van, és én azt hiszem, hogyha nem lenne ez a másik életem, ez a kutatói életem, vagy az oktatás területén, mondjuk a felsőoktatásban végzett tevékenységem, a különböző mesterkurzusok, akár a soproni régi zenei napok, ahol vagy 25 évig tartottam Sopron-Fertőd Eszterháza helyszíneken ilyen jellegű kurzust, akkor egészen más háttérből tudna az ember iskolát vezetni. Így viszont mindazt a szemléletet, amit a saját szakmai munkámban az egyéb területeken láttam, és mindazok az emberek, azok a zenészek, azok a művészek, akiket megismerhettem, tulajdonképpen ezeket kihasználva tudtam a zeneiskolában is ezt meghonosítani, és én úgy gondolom, hogy valóban nem átlagos az, amilyen művészeti kurzus sorozat zajlik évtizedek óta, most már több mint egy évtizede az iskolában, számos visszatérő vendéggel, és valahogy mindig sikerül a kört bővíteni. Tényleg Kalló Zsolttól kezdve, aki a Capella Savaria művészeti vezetőjeként számtalanszor volt az Árbó Historikus Táncegyüttes zenei partnere és számos közös színpadi produkciót bonyolítottunk. Együtt Komlós Katalin, aki a fortepiano művésze, Malcolm Bilsonról nem beszélve, aki hát tényleg világhírű művész, és a soproni régi zenei napokról ismervén egyszer egy reggeli közben megkérdeztem, hogy mégis, ha véletlen ezt össze lehetne kapcsolni valamilyen más koncertekkel, akkor nem jönne el. És mit ad Isten, lehetett? És lehetett, és hát ez fantasztikus, és ugyanúgy Vashegyi György, aki teljesen önzetlenül kölcsönadott egy fortepianót mindenféle térítési díj nélkül azért, hogy legyen ehhez a kurzushoz hangszer. De Kónya Istvántól kezdve Kovács Bélán keresztül tényleg csodálatos hangszeres művészek jártak és járnak az iskolában, és azt kell mondjam, hogy most már a tanárok is teljesen igénylik, és teljesen természetesnek veszik, hogy ez így van. Valószínű, aki 2-3 éve csöppent ide, és fiatalként azt hiszi, hogy az összes zeneiskola így áll föl, de emögött nagyon-nagyon sok munka van. Ami az iskola arculatát tovább bővíti, az a sokféle együttes, hiszen korábban is voltak természetesen együttesek, volt vonószenekar, volt harmonika együttes, gitár együttes, egy rövid ideig talán fuvola zenekar is, de ezt sikerült úgy kibővíteni, hogy a növendékek széles köre vehessen részt a zenekari munkában, mert ez nagyon-nagyon fontos, hiszen nem minden gyerek szeret, vagy tud szólóban jól teljesíteni. Azonban az együttesekben végzett munka, az fejleszti őket a szóló oldalon is, megoszlik a felelősség, és egy nagyon kellemes, közös muzsikálássá tud ez válni. Éppen nem régében ugye Balázs János megsüvegelte a Kross Szimfonikus Zenekarát, el volt képedve, hogy milyen jól egy pillanat alatt össze tudott hangolódni velük. Így van. Hát eleinte meredeknek tűnt az ötletem, hogy csináljunk szimfonikus zenekart, ugye mondták, hogy ez nem szokás zeneiskolában, és akkor gondoltam, hogy, mert azért most már jövőre lesz 10 éves ez az együttes,
hogy ki tudunk nevelni azért az évek során mondjuk olyan oboistákat, fagottosokat, stb. Sorolhatnám mindazokat a szólamokat, amelyekben nem olyan egyszerű helytállni és szólisztikus állások vannak. Hát ez még teljesen így nem valósult meg, tehát a mai napig is az van, hogy részben a növendékeink, részben pedig a tanárok, illetve ebben az együttesben néhány vendég is van. Így tudjuk ezt az együttest kiállítani, de az összes többi együttes, az mondhatom, hogy diák együttes, és a tanárok inkább a szólamok felkészítésében vesznek részt. De időközben elindult, és most már két korcsoporttal is működik például a fúvós zenekarunk, nagyszerű munkát végez a fuvola zenekar, gitárzenekar, harmonika együttes, ifjúsági vonós együttes, és idővel a csembaló lehetővé tette azt is, hogy barokk zenekart is létrehozzunk. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, ezek az együttesek, és próbáltunk egy olyan programstruktúrát felépíteni, ami az egész éven át ível. Hát természetesen itt elég nehéz időszak volt, mint mindenki számára ez a Covid időszak, és egy kicsit mostanra jön el talán az, amikor úgy mindenki magára talál, és visszaáll az eredeti munka. Talán itt érdemes azt is megemlíteni, hogy két CD került kiadásra az elmúlt két évben. Az egyiken művésztanáraink játszanak, a másik pedig az együtteseink közreműködése által jött létre. Hát itt is nem egyértelmű volt az ötlet fogadtatása, mert én úgy gondolom, hogy voltak itt. Ez megijesztett, hiszen azért egy CD idézőjelbe téve kegyetlen, abban a vonatkozásban, hogy megmutatja az állapotokat, de én úgy gondolom, hogy sikerült jól felkészülni, és a Phoenix stúdióban egy csodálatos zenei rendezővel, Tóth Ibolyával dolgozhatunk együtt, akit szintén a zeneakadémiai időszakomból ismerek még, mert egymás mellett ültünk az Alt egy szólamban, és egy nagyon pengefülű, fantasztikus rendező. Úgy tudom, hogy például Kocsis Zoltán szinte csak vele volt hajlandó CD-t készíteni, de hát a legnagyobbak mind vele dolgoznak. Hát köszönjük szépen, hogy lehetőséget adtál arra, hogy bepillantsuk egy kicsit a kulisszák mögé, hogy tudnilik végül is ez a bizonyos elismerés, ami egy forradalmár minősítéssel, titulussal is párosult, az tulajdonképpen miért is történt, és hogy ki kapta meg. Gratulálunk nagyon sok szeretettel hozzá. Köszönöm szépen a meghívást.